A CCB 56481 BW típusú AEG szabadon álló tűzhely egy 50 cm széles, 60 cm mély és 85 cm magas készülék. Elektromos sütővel és hagyományos kerámia főzőfelülettel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy bármilyen edénnyel használható, mert hogy egy fűtőszál van az üveglap alatt, ami átmelegíti az üveget és átadja a hőt a ráhelyezett edényzetnek. A négy főzőzónából a bal első és a jobb hátsó az bővíthető, a bal első körkörösen edény méretétől függően meg tudjuk határozni, hogy mekkora területet fűtsön fel. A jobb hátsó az pedig oldalirányba tudja növelni a felfűtött területet. Mind a négy főzőfelülethez ugye a homloklapon található meg a kezelőpanel. Azoknál a főzőfelületeknél, ahol nincs bővítésre lehetősége, ott is ugye 9 fokozatban állítható a felfűtés erőssége, de a 9 fokozat után visszaugrik a nullára, tehát gyakorlatilag körbetekerhető. Ahol viszont van főzőzóna kiterjesztési lehetőség, ott a 9-es fokozatig tudom eltekerni. Ha növelni szeretném a főzőfelületet, akkor egy rugó ellenébe egy impulzust adunk, és visszatekerjük a használni kívánt fokozatra. Ugyanúgy, ha csökkenteni szeretnénk a kisebb zónára szeretnénk visszaállni, még egy impulzussal tudjuk ugyanezt megtenni. A készüléknél sütőre vonatkozóan bal oldalsó forgókapcsoló az egy teljesítmény, egy hőmérséklet beállítási lehetőséget nyújt. A jobb oldalsónál pedig ki tudjuk választani a használni kívánt sütőfunkciót. Sütőfunkciói közé helyezték be a külön kapcsolható sütőtérvilágítást, ami mondjuk egy sütő takarításánál tud hasznos lenni. Ezen kívül az egyéb sütőfunkciók ugye a úgynevezett hozzáadott gőz, alsó sütés külön, alsó-felső sütés együtt, egy nagy teljesítményű átsütésre szolgáló grill funkció, egy infragrill, amivel egy grill csirkét is el tudunk készíteni, azon kívül hőlégkeverés, nedves hőlégkeverés, illetve egy úgynevezett air fry funkció, ami egy olaj nélküli sütést tesz lehetővé, és kiolvasztás Mirelit áruhoz. Középpen az elektronikus óra segítségével, ha szeretnénk, tudjuk működtetni, illetve időzíteni a sütő működését, be tudjuk állítani, hogy mikor kapcsoljon be, ahhoz képest hány perc múlva kapcsoljon ki, vagy ha mi elindítottuk a sütést, be tudjuk állítani, hogy hány percig működjön, majd álljon le, illetve mint egy percszámláló óra is tud működni, ami az idő lejárt, akkor egy figyelmeztető hangot ad, csak más nem fog történni. A sütő belsejét, ha megnézzük, ugye az előbb említett gőzfunkció az úgy működik, hogy a sütő alsó részébe van gyárilag kialakítva egy mélyedés, oda vizet tudunk betölteni. Ez alatt a mélyedés alatt egy nagy teljesítményű fűtőszál található, ami mindentől függetlenül működik. Amikor indokoltá válik az étel készítése során a gőz, akkor ezt a nyomógombot, amivel a gőz előállítással kapcsolható be, megnyomjuk, bekapcsol a nagy teljesítményű fűtőszál, hirtelen ott és akkor el fogja párologtatni a betöltött vízmennyiséget. Ezzel a fajta hozzáadott gőzzel elsősorban húsételek készítésénél, pékárusütésénél vagy tészták készítésénél tudunk egy jobb, hatékonyabb végeredményt kapni. Az olaj nélküli sütés, vagy más néven air fry funkció, elengedhetetlen része ugye ez a rácsozott vagy lyukacsozott tepsi, erre helyezzük a sütni kívánt, legyen az zöldség, legyen az bármiféle étel, és gyakorlatilag olaj nélkül ropogósra fogja sütni a megfelelő sütőfunkció kiválasztásával. Ugye az alapfelszereltsége a készüléknek két tepsi, egy sütőrács, illetve ugye az air fry funkcióhoz ez a rácsozott tepsi. Oldalvezető simpár 4 tepsi magasságot enged, ugye ezek közül bárhova be tudjuk helyezni az aktuálisan használni kívánt tepsit. Ez oldalvezető simpár le is pattintható az egyszerűség kedvéért, ha takarítani szeretnénk. Ugyanezt az ajtónál is meg tudjuk tenni azzal, hogy szét tudjuk szedni. Hozzáférünk a két üveglap minden oldalához, tehát könnyen egyszerűen takaríthatóvá válik az üveg minden felülete. A sütő alsó részén egy edénytároló fiók kapott még helyet, ezt is praktikusan ki lehet használni a későbbiekben. Az elektromos főzőfelülettel ellátott készülékeknek a beüzemelését mindenképpen vagy a márkaszerviz, vagy pedig egy hivatásos villanyszerelő végezheti el. Ugye áramigényét tekintve ideális esetben 3x16 amperre van szükség,
a 3x16-ból úgy oszlik ez meg, hogy 1x16 kell a sütőnek, 2x16 pedig a főzőfelületnek. A készüléket be lehet kötni egy fázisra is, de mindenképpen kalkulálni kell vele, hogy akkor egy vastagabb vezetékre van szüksége a villanyórától a készülékig behúzva, illetve korlátozottan fogjuk tudni használni. Nem tudunk egyszerre 4 főzőzónát használni a sütővel, előfordul, hogy áramigénytől függően előfordul, hogy csak 2 főzőzónát tudunk egyszerre üzemeltetni, vagy csak a sütőt, tehát korlátozott. Ideális esetben 3x16 amperre van szükség. Áégés szabadon álló tűzhely, 50x60 cm szélességgel, hagyományos kerámia főzőfelülettel, airfry funkcióval, illetve hozzáadott gőz lehetőségével.